Az ünnepi esemény a Szerencsi Bocska István gimnázium diákjainak szavalatával vette kezdetét, majd Sipos Attila eszei alapszolgáltatási központ igazgatója idézte fel a kettő évtized legfontosabb eseményeit. Az igazgató szólt arról, hogy az eltelt húsz esztendő nem kis idő az ember és egy intézmény életében, hiszen sok szép pillanat volt, amelyre szívesen emlékeznek a közösség tagjai. Sipos Attila örömét fejezte ki, hogy öt éve részese a klub életének. Ezt követően emléklappal köszöntötték Zimmer Antal, Kubi Károlyni, valamint bengáni Petrozsenyi Margit alapítókat. Galgóci Ferenc né a nyugdíjas című versével köszöntötte a résztvevőket, majd nagyné Kosárkó Mária klubvezető felidézte, hogy Kosarasné Bazsó Mária 1992-ben 18 kérdésből álló éven mérte fel a nyugdíjas klub szükségességét. A klubvezető beszédében kiemelte, hogy a fecskési idősek klubjában nem csak a szociálisan rászorult időseket várják, hanem azokat a szépkorúakat is, akik csak egy jó szóra és társaságra vágynak. Leskó Józsefné szavalata után Konc Ferenc üdvözölte az érdeklődőket. A város polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi szociális és egészségügyi ellátórendszerben szükség van az idősek klubjára. Konc többek között arról is szólt, hogy a Belovec és társa Kft. vezetősége megkereste azért, hogy szükségük lenne a tulajdonukban lévő ingatlanra, ahol a Fecskési Idősek klubja működik, mivel fejleszteni szeretnének. Konc az idősek megnyugtatására közölte, hogy segítséget nyújt ahhoz, hogy találjanak egy olyan helyet, ahol a körülmények biztosítottak lesznek, mint a jelenlegi épületben. Bobkó Géza az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa arról szólt, hogy nagyon szép húsz esztendőt élt meg a fecskési idősek klubja, a fiatalabb generációknak pedig gazdasági nehézségek ellenére is kötelessége az idősebbekkel törődni. Ezt követően Búza né verset adott elő, majd érkezett a 20-as számmal díszített születésnapi torta.